utolsó boldog új évet kívánunk megyénk vezetőinek, abból a szokásból, hogy minden évben akárcsak a köztársasági elnök urat, mi is köszöntjük a helyi képviselőit és a megye vezetőit. Már sok éves hagyomány, hogy az év első munkanapján a kéményseprők köszöntik a megye vezetőit. A népi hiedelem szerint a kéményseprők már azzal is szerencsét hoznak, ha valaki csak látja őket. A babona abból az időből származik, amikor kezdett elterjedni a kéményseprés. Valamikor Olaszországba jöttek az első kéményseprők Magyarországra, és ahogy járták a településeket, jelentkeztek önként az adott önkormányzat, illetve akkor még település vezetőihez, és akkor felajánlották szolgáltatásaikat. Ahol ezt elfogadták, és seperték a akkor még nyílt szabad kéményeket, sokkal kevesebb volt a tűz, vagy egyáltalán nem volt, mint ott, ahol nem alkalmaztak. Ezért elterjedt, hogy ahol van kéményseprő, az a település szerencsés. Az új év új feladatokat is jelent a megyei vezetők számára. Elsősorban 2019-ben befejeződnek a korábban elkezdett topos programok. Az év második felében a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusra készülnek fel. Valamint a Magyar Falu program is ebben az évben kezd kibontakozni, közölte Sesták Oszkár közgyűlési elnök. Szabolcs-Szatmár Bereg megye 3 nagy nemzetközi projekt megvalósítására is nyert forrást. Az egyik a magyar-román programon megvalósuló nagy 4 milliárdos fejlesztésünk, amely alapvetően műemléképületek felújítását jelenti döntően a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, kisebb részben Szatmár megyében. A másik egy hulladékgazdálkodási fejlesztés a Zenis program segítségével, amelynek legfontosabb fejlesztés, hogy Beregszász mellett egy szilárd lerakót építenénk. Ilyen módon jelentősen csökkentenénk a folyóink belső kerülő szilárd hulladék mennyiségét, illetve a harmadik pedig a Kölcsey TV-t érintő nagy fejlesztés, amelynek révén nem csak a Kölcsey TV épülete, eszközei újulnak meg, hanem egy hírügynökségi hálózatot is kialakítunk. Idén önkormányzati és Európai Uniós választás is lesz Magyarországon. Ezek szintén érintik majd a megyét. Úgy gondolom, hogyha olyan évünk lesz, mint 2018-ban, akkor büszkék lehetünk magunkra. Nyilván nehéz év vár ránk, 2 választás is lesz, ami érinteni fogja természetesen a megye lakosságát is, de a kormányhivatal mindenben partner lesz. Szeretnénk újításokat végezni, több járási hivatalunk építése is folyamatban van, ezeket ebben az évben át tudjuk adni, és én úgy gondolom, hogy a szolgáltató közigazgatás alapjai leszünk. A kéményseprők természetesen nem csak a megyei és városi önkormányzatok képviselőinek hoznak szerencsét az év első munkanapján. A jelképes köszöntés és az újévi jó kívánság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden lakójának szól.